Műsorunk támogatója a Duna Auto. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Együttműködő partnerünk a Novofire Kft. A biztonságtechnika szakértője. Együttműködő partnerünk a Viva Palazzo. Autóink tisztaságáért a K2 autóápolási termékek felelnek. OMS Media. Képekbe zárjuk a pillanatot. A végsebesség hajt, arra vágyom, most is keresem a bajt. Jó napot kívánok, tiszteletem, üdvözlök mindenkit! Ez a Félelem Nélkül, a Spiller TV autó és motorsport magazinja. Nézzük mai tartalomjegyzékünket! Az országos rallycross bajnokság nyirádi futamán jártunk, onnan érkezik egy kisebb fajta hangulatjelentés, élménybeszámoló a teljesség igénye nélkül. A Veszprém rally után beszélgetünk Hevesi Pistivel, illetve egy kis tereprally. Ez lesz ma a Félelem Nélkülben. Sajnos egy tragédia miatt időt véget élt a Veszprém rally, de addig, Pisti, ti hogy mentetek? Hát nekünk volt egy 300-as hátsókerés autó, mert a rajtba eltört első hajtás sajnos, amivel nem lenne baj egyébként, mert ha szoktam menni a hátsókerekessel több mint 300 lóerőssel, lehet vele menni, csak ugye nem számítottam rá, és amikor még nem, csak furán viselkedett az autó, állandóan kitört a hátulja, ez miatt kétszer is volt, hogy megforogtunk, mert úgy mondok egy példát, van mondjuk egy derékszűkű kanyar, ráhúztam a kéziféket, ráfordult az autó, húztam a gázt, és igazából beforgatott. Tolatni kellett, és akkor ott szembesültem vele, hogy valószínűleg nem hajta az eleje, csak a hátulja, úgyhogy kicsit váltani kellett a vezetési stíluson. Végis lehetett vele menni, csak hát nyilván sokkal lassabb, mint egy összkerekes murván. Ugye kettő gyorsaságit lehetett teljesíteni, igen. Nagyságrendileg azok mennyire voltak szimpatikusak egyébként? Nekem tetszenek a veszprémi pályák, én amúgy is jobban szeretem a murvát, ha autó is szerintem inkább murvára van tervezve, egy ilyen hatos, mint aszfaltra, aszfalton szerintem nem olyan gyors. Úrván viszont annál jobb. Főleg ha hajt elől is. Igen, nekem jó, volt egy kis sár, de hát az mindenkinek sáros, ezzel nem tud mit csinálni. Egyébként attól függetlenül tetszett. Hát sajnos ugye elment a hajtásunk, ugye úgymond. Mondom azt, hogy kiállni kényszerültünk egy időre, mert mi az első gyorsan jöttünk csak le. Illetve ott megálltunk, amikor összeakadt a hajtás, valami lett vele, majd bementünk lábon a szervizparkba, és ott lemestük egy mosóba, lemossuk, és akkor kicserjük azt a tengelyt, ami eltört, ami átviszi előre a hajtást. Szervize meg is ott beszélve, és akkor szuperrallyba tudjuk folytatni. Sajnos, de hát ugye a baleset miatt ugye lefújták a versenyt, így nem tudtuk folytatni. Úgyhogy igazából ennyi. Mi lehet a következő megméretetés? Hát nem tudom, én azt gondoltam, hogy úgy néz ki, hogy ezt a kettő versenyt most ki fogjuk hagyni, ami most lesz a Nyíregyháza EB, meg a Győr. Most pont a Nyíregyháza EB ugye az nagy kedvenc lett volna, ugye, mert mégiscsak egy EB, azért ott a nagyok között menni azért mindig jó. A Győr meg ugye nekünk mondhatnám azt, hogy hazai pálya, Rábaringen többször mentem már, az jól megvan. A többi pálya az nincs meg, de mindegy, de most nem is érdekes, ugye, mert nem tudunk elmenni. Most azzal beszéltük, hogy talán egy Mikulás szilvesztert fogunk tudni összehozni, így egy picikét lassabb is verseny, nekem is lehet, hogy kell egy kicsit. Múlva Mikulás, talán visszarázol. A szilveszter alig meg aszfalt. Igen, az meg egy kicsit lassabb aszfalt, mert mégiscsak egy szalomosabb jellegű, idézelben mondom persze, és akkor talán visszarázódunk úgy, hogy talán versenyképesek leszünk utána. Biztos vagyok benne, Pisti, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Mutassátok meg, hogy mit tudok most a Mitsubishivel itt. Menjünk egy pár. A Félelem Nélkül című műsorban. Köszönjük szépen! Milyen érzés ezt a fenevadat kezelni, vagy utasítani, vagy irányítani egy ilyen versenyautóban? Hát egy elég nemes feladat, inkább így mondom. Hát sokan tudjátok, hogy nagyon régóta együtt megyünk, tehát 15-16 éve körülbelül. Gyakorlatilag nagyon jó, tehát ilyen testvéri viszony van köztünk, hála Jósnak, nagyon jó barátok is vagyunk a magánéletben. Megvan, így van. Tehát ő se szeretne menni mással, én sem szeretnék már menni mással. És tehát főleg a Murván, tehát mi Veszprém ugye az egyik közkedvelt helyszínünk így a versenyzéssel kapcsolatban, tehát Murván nagyon-nagyon szeretünk menni mind a ketten.
Ott egy, mondhatnám, egy kicsit lassabban megyünk, de mégse, tehát a belsőkből azért ki szokott derülni, hogy mégsem megyünk lassabban. Amikor már én is hallom azokat a hangokat, meg azokat az illatokat belülről, hogy ezek igen, felgyorsultunk, akkor nyilván néha-néha egy kicsit is szelektálni kell mondjuk az egyeneseket, ha? Meg ilyeneket, de úgy gondolom, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni, és azért is talán itt tudunk, tehát ilyen gyorsan tudunk menni, meg talán ilyen látványosan is, ugye az, azért rajta múlik, nem rajta múlik. Igen, ő tekergeti a kormányt. így van. De a karmester te vagy az autóban? Igen, tehát neki pontosan akkor és azt kell mondani, amikor ezt kell. Ezt csináld, fiam! És ezt csináld, amúgy meg lehet már öreg, és nem tud menni. Lehet, hogy már öreg, de nem hallja. Így van, nem hallja, de egyébként nagyon nagy élmény, fantasztikus élmény, és egy nagyon nagy megtiszteltetés, ugye, hogy egy ilyen körbe, egy ilyen környezetbe is mellette tudok versenyezni. És főleg a Veszprém Rallyn. Le a kalappal, és ugye hallottuk Pistit, visszatértek. Ugye a Mikulásra, úgyhogy az, igen. Hála Istennek, megint csak igen. Ugye murvás, az autó murvára van fölkészítve, így utána van. Pedig egy szilveszter, hogy apa, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Sok szeretettel, teljes nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a méltán híres nyírádi motorcsónak pályáról, hiszen olyan égi áldásban volt részünk, hogy ez valami elképesztő. Ezért megszakították a futamot, úgyhogy csak pár interjút tudtunk készíteni, félelem nélkül módjára. Jó az eső kabátod. Köszönöm szépen. Pici medence, pici tenger, autókázni nem könnyű ilyen időjárási körülmények között. Hát nem. Az eső kabátom az olyan, amilyen, amennyire bírta. Mondjuk úgy, hogy kicsit zord az időjárás. Igen. Én ahogy elnéztem most a szuperkárokat is, nem könnyű végig találni a pályán. Nekem is volt már párásodás itt a Q3-ba. Nagyon nehéz volt közlekedni, nem tudtam, hol vannak a kanyarok, egyszerűen semmit nem láttam. Úgyhogy nem is tudok igazából, hogy mondani, meglátjuk, mi lesz, hát erre nem tudok. A szombati napon mi zajlott? A szombati napon az első kvalifikációban volt még hasonló eső, aha. De még nem volt ekkora a víz zivatar. Mennyisége, igen. Meg a szél se fújt ennyire. A sikerült megnyernem, a második kvalifikációt Otto barátom nyerte, a harmadikban ma én a második lettem, Otto a harmadik, és akkor így lettem összesítettbe az első. És akkor most az elődöntött az első rajtkockából várom. Na hát legyen meg az, amit szeretnél. Most már nagyon célegyenes vagyunk a bajnokság szempontjában, hiszen ugye van még vissza egy Mária pocsunk. Igen. Ott dől el minden? Mondhatni, még a dobogóra van most egyelőre esély. Negyedik helyen állok, ha jól számoltuk. Úgyhogy a dobogót még meg lehet csípni, azon vagyok. Az időjárás adott hozzá. Igen, pontosan. Testvérem, mind célba. Köszönöm. Mondjuk azt, hogy motorcsónak állhatnánk is, de nem ezt tesszük, viszont elég nagy kár keletkezett az autóban. Igen, nézhetjük is, hogy egy jó drága, szép motorcsónak, négy keréken. Tényleg úgy éreztem most egyébként. Ugye tegnap is már volt egy kis eső az első szabad edzése, nem is olyan kicsi, de az tök jó volt, mert én önmagában egyébként szerettem az esős körülményeket. Tök jót mentünk, meg is nyertük a szabad edzést, megnyertük az első előfutamot. Második előfutamban már szárazak voltak a körülmények viszonylag, most sajnos két körig beragadtam a Moserati mögé, aha. És így csak összesítésben második helyet tudtam, de jól álltunk, első helyen álltunk a tegnapi nap után. És hát ugye most az annyi eső esett le éjjel, hogy az valami elképesztő mennyiség. És ugye nekem versenyzői szemmel a legnagyobb gondom az volt, hogy gyakorlatilag az első kanyartól kezdve úgy párásodtam, hogy esélytelen volt, hogy bármit lássak. Úgy pedig nem könnyű vezetni. Hát úgy nem, azt annyira nem élveztem. Egy ilyen autót. Igen, azt annyira nem élveztem. Ugye le is kapcsoltam mindent, és mondtam a spicinek, hogy valahogy irányítson, hogy hol vagyok egyáltalán a pályán. Olyan szintű párásodás volt. Pici jobb, pici bal. Igen, úgyhogy azért már számoltam a másodperceket, hogy mikor lesz vége, mert ez nem az az eső, amit én szeretek.
Összesen a többiek is így vannak. Igen, és azért tudod arról nem beszélve, hogy ezek már nem filléres technikák. Igen. Jó, itt a, tehát nem lebecsülve a pedokban semmi nem filléres technika. És bármilyen motor tud vizet szívni, de azért elég nagy költségvetésekkel kell dolgozni egy ilyen autóval. Tehát, hogy itt azért már ezt is mérlegelni kell, hogy mi az a szint, ami még megéri azt, hogy itt akár dobálózzunk sok tízezer euróval. Akár. Van még egy pikantériája az egésznek, hogy itt akár valamikor cím is meg lehetett volna. Igen, és egyébként úgy is indult, mert tényleg azt mondom, hogy szerintem nagyon jól működött az autó, egész jól felvettem a ritmus, tök jó volt a tempónk, és egyébként ugye még mindig jól állunk, mert így, hogy csak körbe tudtam gurulni, így ugye 9. lettem most, de így az előfutamokat a korábbi jó eredményeimnek köszönhetően megnyertem. Tehát ha most folytatnánk, akkor az első helyen folytatnánk a versenyt, de én is azon az állásponton vagyok, elsősorban a technika megóvása véget, hogy ne folytassuk, aztán majd meglátjuk. Nézd, ha folytatjuk, akkor összerakja a csapat az autót, és megpróbálok minél technikát kímélőbben végigmenni a pályán. Most Isten igazából nekünk az a tétje, hogy itt nyerjük meg a bajnokságot, vagy Mária Pócson. Tehát, hogy gyakorlatilag még egy pontot kéne a Tomival szembe plusz szerezni ahhoz, hogy már itt megnyerjük, akkor sincs semmi, hogyha esetleg ez Mária Pócson következik be. Most elsősorban az autónak a megóvása a fő cél, ennek a körülménynek betudhatóan. Fejben össze van rakva. Igen, muszáj. Királyok. Köszönöm. Kis vadkutya, aki már kell szép lassan nagy vadkutya lenni, és ez most be is bizonyította, hiszen fejben nem biztos, hogy jól összerakta ezt a versenyt. Hát érdekes volt az egész verseny. Főleg, ha megtudtuk, hogy kevesebbet megyünk, az első edzés tök jól sikerült, első kali tök jól sikerült, a második kalival voltak bajok, amikor nem is én hibáztam, nem is senki nem hibázott, sajnos volt olyan egy gödör, ezt eltaláltam, és pont egy normál íven volt egy gödör, egyből eltört az összekötőm, aztán így a kuka, az is berekedve egy kicsit jól éreztem magam az autóban, akkor boldogoltam, feljött a reggel, hallottam, hogy szakad az eső, mondom, ez jó lehet, meg lehet nekünk, és főleg egy kollégával nem voltam jól nagyon a pályán, aztán... volt egy kis fájt. Érdekes volt, hogy jobbos kanyarba, balra kanyarulunk, de ez más, sajnos ez a múlt, ez nem tudom mit kezdeni, tovább kell lépni, ez megtörtént. Nagyon jó, a következő verseny, aztán nyomjuk neki ugyanúgy tovább. Viszont most rengeteg pontot vesztettél. Ja, hát igen, az... Mert ugye ez kizárás saját. Igen, sajnos ez nagyon-nagyon sok pontba került nekem, de hát... Tanulni kell fejlődni, és apád nagyon jó, hogy nem simogatja a buksidat, hanem igenis odaszól. Igaz, Vater? Igen. Igen? Hangosabban? Igen. Na, erről beszélünk. Jó, találkozunk Mária Pócson, addig kitartás, és veszél össze az öreggel. Biztos, hogy lesz beszélgetés, hazafelé menet. Külön kocsival megyek. Samu, egy ilyen autóz, ilyen körülmények között nem könnyű irányítani. Nem, abszolút nem. Jogos a döntés, hogy lefújták a futamot? Szerintem igen, szerintem jogos, mert a pálya az tényleg versenyeztetetlen állapotban van igazából. Ezt most mi nálunk is még nagyon, nagyon tragikus állapotban volt, egy csomó versenytársa nem tudta befejezni a versenyt úgy, hogy én sem, csak nálam kontakt miatt adódott így. De amúgy idáig meg egész izgalmas verseny volt, csak sajnálatos, hogy ide alakult az időjárás inkább. Motorcsónak pálya. Igen, inkább olyan, mint hogy... Inkább cseckézünk rajta. Igen. Most hogy állunk a bajnokság szempontjából? Hát ez az érdekes kérdés, hogy így hogy fognak pontokat adni, de a minuszolásokkal együtt még éppen a Benny mögött vagyok a második helyen. És még akkor Mária Pócson akármi lehet? Igen, még Mária Pócson még be lehet érni, szóval majd ott fog úgy jó esetben eldőlni.
meg nyilván attól is függ, hogy majd mennyien leszünk ott is, mert most itt szerencsére egy elég népes mezőn gyűlt össze. Igen, rengetegen vannak, nem is gondoltuk volna, de hát tényleg ez a fajta égszakadás, földindulás, ez tönkretett mindent. Igen. Kamerákat, autókat, mindenki csuron víz, ezt sajnos nem tudtuk elintézni. Igen, pedig tök furcsa, mert ugye először szombatra írtak amúgy rosszabb időjárás. Ez van, hölgyeim és uraim, Kovács Csomónak gratulálom. Köszönöm szépen. Csuti Kristóf. Szervusz. A jó kis szöcskével. Gondolom, hogy én nem akarok belenézni, hogy milyen koszos lehetett az overállod, amikor kiszálltál. Megmutatom neked majd az overállomat. Úgy nézzek ki, mint valami hülye gyerek, aki éreztem itt a pocsajába feltrenget, úgyhogy komoly. Jó, az előző nyírádi futamon, amikor találkoztunk, akkor itt ugye volt egy kis crash, nem tudtad befejezni. Egy apró, maradjunk ennyibe. Most viszont az égi áldásnak köszönhetően lefújták a versenyt. Eddig hol álltunk? Eddig szombaton nyertem egy kvalit, utána először második lettem, aztán nyertem, és a harmadikat is megnyertem, tehát most papírforma szerint én nyertem a hétvégét. Nyilván nem így akarunk versenyt nyerni, meg nyilván most inkább harcolni érte, de azért azt hozzá kell tegyem, hogy azért idáig eljutottunk úgy, hogy nem volt benne olyan, hogy kiestek előlem, hanem tempóból ott tudtuk lenni. Hát erőből tudtunk menni, és most nem szakadt ki a... Nem szakadt ki semmi. De... Már fogja egy duct tape darab. Nem, csak be van rakva, amúgy bejön a víz. Jó, kíváncsiuk arra az órára. Tesó? Öcsém, hát... Igen. Igen? Jó sokat szívott a hétvégén, szerintem ezt azért kimondhatjuk. Tehát, hogy volt olyan, hogy rosszul Joker, vagy hát nem rosszul, de hogy rosszul jött ki a taktika, és akkor bejöttek valaki mögé, és akkor ott végigkísérték egymást, akkor volt olyan, hogy elfordította a kormányt, és megcsúszott a sáron az autó, és telibe verte a falat, akkor betört a jobb oldala, és akkor a jobb első kerék is elment. Oh. Itt a harmadikban meg egy szerintem nem jó rajt után, de ugye azt innen pont nem láttam, meg őszintén szóval nem is foglalkoztam vele. Azt nem mondjuk el neki! És akkor, tehát hogy... Ja, és utána megforgott a Jokeren, és akkor kitört a kerekeim. Visszatérve rád, bajnokság szempontja, Mária Pócsondora? Hát ez erre még utána kell számolnom, meg ugye az a kérdés, hogy most hány pontot kapunk most ki már, mennyit? Mert ugye eddig három, vagy felett? Igen, tehát három bajnoksági pontot kaptam a kvali győzelme után. Tehát most adnak nekem három pontot, hát tök jó. Ezzel nem kezdhetek sokat. Kisztóf, találkozunk Mária Pócson, és muti azt az overát. Jó, rendben. Lábából folyik a víz, kicsit saras lett. Yeah.
ennyi fért a mai félelem nélkülbe. Természetesen adásunkat visszanézhetetek a TV2 Play-en, illetve a saját YouTube csatornánkon is. Minden jót mindenkinek, a viszontlátásra! Műsorunk további együttműködő partnerei.